Árat ritkításra is kész a főpolgármester, ha nem sikerül megállapodni az állammal a BKV finanszírozásáról. Tarlós ezzel együtt bizakodó, de azt is mondta, elege van abból, hogy a problémát már 26 éve nem sikerül megoldani. A megszokott menetrend szerint jár ez a busz, a működtetésére egyelőre még van pénz, pedig a kormány még nem utalt el a BKV működéséhez szükséges, mintegy 24 milliárd forintos hozzájárulást. A főpolgármester azonban bizakodik, hogy megoldódik a BKV finanszírozása, de ha nem, azt mondta, jövőre csak annyi járat indul el, amennyire van pénz. Ha nem lenne megállapodás, biztos vagyok benne, és tényleg azért bízom én a kormányba, hogy lesz, akkor én jövőre már csak pedagógiai okból is ezt a járatritkítást meglépném. A fővárosi szocialisták szerint a főpolgármester ezzel elismerte, hogy nincs érdemi ráhatása a finanszírozás megoldására. Továbbra is a kérdés az, hogy mikor és hogyan fogja megkapni a budapesti polgárság azt a garanciát és a pénzt, most már így az utolsó hó végéig felé közeledve, amelyek biztosítják a BKV működését. Tarlós István beszélt azokról a fővárosi ingatlanokról is, amelyeket átadnának az államnak. Szó nincs arról, hogy az állam a működési finanszírozásért kapná cserébe ezeket az ingatlanokat. A főpolgármester szerint az átadásnak van értelme. Példaként említette a Dagályt. Esetében azt mondta, hogy az úszó VB-re úgy is fejlesztik, a verseny után pedig már túl drága lenne fenntartani. Igaz, az átadásról még nem sikerült megállapodniuk. Tarlós István üzent a római parti mobilgált ellenzőinek is. Ez a védmű meg fog épülni, aztán mindenki azt mond, meg azt ír róla, amit akar. Hát én most már tovább nem vagyok hajlandó ezzel szórakozni. A főváros infón Tarlós István újra üzent Lázár Jánosnak is, de azt mondta, csak azért, mert a miniszter megszólította őt. Szerinte Lázár Jánosnak nem kellene beleszólnia a Budapest életébe. Miniszterelnök úrtól kapott épp elég feladatot, ilyen fakultatív feladatokkal mi mentesítjük ez alól, és akkor maradéktalan barátság lesz. Tarlós szerint vitájuk Lázár Jánossal nem magán jellegű.